Több mint 100 hektáron állt a víz Újfehértó határában még februárban. A településen többször okozott gondot a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, ingatlanok százait veszélyeztetve. A városvezetésnek ezért kiemelt feladatai közé tartozik a belvíz elleni védekezés. 2021-ben két projektben több mint 460 millió forintos uniós és hazai forrásból épült ki csapadékvízelvezető rendszer a Farkasnyári és a Tokai utcákban. 2010 karácsonyán volt egy nagyon nagy ilyen veszélyes időszak, azóta pedig az időjárás is változik, és ezek a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékok okoznak komoly problémát a városban. Ezen a szakaszon például, ahol most a fejlesztés megvalósult, tavaly nyáron volt egy olyan este, amikor leesett az eső, és utána másnap reggel térdig érő víz volt, amit most ez a probléma megoldott. Hasonló eső volt most ősszel is, és már nyoma sem volt másnap reggelre. A fejlesztésről tartott tájékoztatón elhangzott, Újfehértóra 2014 óta 40 programban mintegy 24 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett. A megyei önkormányzattal közös területfejlesztési operatív programban is számos sikeres beruházás zajlott a városban. 13 programban 3,6 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett ide Újfehértóra. Itt bölcsőde felújítástól kezdve piaccsarnok építésén keresztül belvízhálózat rekonstrukciójáig szól a történet. Például a belvízhálózat megújítására a választókerületben a legtöbb pénzt Újfehértó kapta, 4 programban 1 milliárd 16 millió forint értékű fejlesztés érkezik ide. A tájékoztatón Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, területfejlesztésre ebben a 7 éves ciklusban is 150 milliárd forint áll rendelkezésre Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nyíregyházán kívüli települések esetében ez összesen több mint 100 milliárdos forrás lehetőséget jelent. Eddig 7 pályázati felhívás jelent meg, jövő évi beadási határidővel, január végi, valamelyik január közepi határidővel. Önkormányzati épületek energetikai felújítása, munkahelyi paktum pályázat, élhető város. Az élhető város az egy újfajta konstrukció, a korábbi zöld városhoz hasonlítható konstrukcióról van szó, ahol például a belvizes elvezetéseket is meg lehet tervezni, amilyen fejlesztés most itt Újfehértón megvalósult. Ez egy komplex városi fejlesztési csomag. A Tokai és a Farkasnyári utcák már védettek a belvíz ellen. A polgármester hozzátette, 2022 nyarán újabb belvízvédelmi beruházás kezdődhet. Több mint 300 millió forintos támogatásból a város legalacsonyabban fekvő Májváskert részén indul a csapadékvízelvezető rendszer kiépítése.